Gyerekek, szülők, érdeklődő sportbarátok töltötték meg az aréna egyik termét, ahol Gémesi Csanád, világ és Európa bajnok, olimpiai ezüstérmes kardívó tartott élménybeszámolót. A gödöllői klub színeiben versenyző sportoló a párizsi ötkarikás játékok óta rengeteg meghívásnak tett eleget, hogy személyesen számoljon be arról, milyen érzésekkel tért haza az olimpiáról. A 37 éves kardívó egyéniben a 8 közé jutásért vívott mérkőzésen egy tussal szenvedett vereséget, csapatban pedig ezüstérmes lett társaival. Nagyon nagy tervekkel érkeztem Párizsba az első egyéni olimpiámra, hiszen Tokióban csak csapatban tudtam indulni, és ez végül is egy nagy csalódással ért véget, nem sikerült elérnem a célomat. És hát volt néhány napom arra, hogy a csapatversenyre a megfelelő állapotba, mentális állapotba hozzam magamat, meg a csapattársaimmal együtt, akik szintén csalódásként élték meg az egyéni versenyt, de azt hiszem, ez sikerült végül. Szerintem mindenki nagyon jól teljesített a csapatversenyem, úgy, ahogy elvártuk azt magunktól, és ennek meg is lett a gyümölcse. Én azt gondolom, hogy mindannyian nagyon boldogok voltunk és vagyunk is az ezüstéremmel. Igazából az aranyérem még hiányzik az én kollekciómból, úgyhogy tényleg lehet mondani, de egyelőre még nem tervezek Los Angelesig, az azért 4 év még egy kicsit soknak tűnik most, de ki tudja, kicsi lépésekkel haladva elképzelhet, hogy elérek odáig. Gémesi Csanád arról is beszélt, hogy miért javasolja a vívást a fiatalok számára. Igaz, nála nem nagyon volt kérdéses a sportág választás. Én egy kicsit speciális vagyok ebből a szempontból, mert engem a család vitt le, mert az egész család vívó család nálunk. Én nagyon sok olyan, ennek ellenére nagyon sok olyan dolog van, ami miatt tudom ajánlani a vívást. Én nagyon sokat kaptam a vívástól. Nagyon sok mindenre megtanított. Megtanított az önálló döntések meghozatalára. Gyorsan, jól kell dönteni a vívásban, és ezeket gyakoroljuk nap, mint nap. És ez van a való életben is. Mindig, minden nap, minden percében szinte döntéseket kell hoznunk. És a vívás ebben nagyon sokat segít, és emellett a fegyelmezettséget is szintén nagyon erősen megtanítja. Én ezt a kettőt emelném ki leginkább. Az Európai Sporthét keretében tartott rendezvényen ott volt Tarján István is, aki a párizsi paralimpián a karszakákban végzett a 7. helyen. Most már elégedett vagyok, már kezdek elégedett lenni. Akkor nagyon el voltam szomorodva, mert olyan ellenfélek kerültem össze a franciával a végaszágon, akit eddig mindig vertem, csak sajnos lejtett a pálya, és ezt tapasztaltuk is. Jól vívtam végig, tehát ott voltam fejben is, és testben is. Az edzőm is, Béla, és azt mondta, hogy ez szinte nem rajtam múlt. Az nyerte meg, aki Tokióban is megnyerte a paralimpiát 4 évvel ezelőtt, a kínai Feng, akitől ki is kaptam, és össze is kerültem vele a 4 közé jutásért. Egész szoros asszót vívtam vele, tehát tartottam a lépést. Egyelőre mindkét vívó a pihenőjét tölti. Gémesi Csanád hamarosan elkezdi az edzéseket, de versenyezni csak jövőre fog. Tarján István szintén a következő esztendőben tér vissza a pástra.